élő zenét játszó együttesek váltották egymást a Szekszárdi Béla királytéren felállított rendezvénysátorban. De nem csak a kellemes zene miatt látogattak ki sokan a Márton napi rendezvényre. Volt, aki igyekezett a lehető legtöbbféle ételt megkóstolni. Majdnem, hogy mindent, libát kóstoltunk, libaburgert és libapecsenyét. Egész éjszaka sültek a különböző libahúsból készült ételek a sátorban. Márton napja a néphagyomány szerint a karácsony előtti 40 napos bőjt utolsó ünnepnapja, ezért ilyenkor rendszeresek a lakomák. A helyi éttermek séfjei igyekeztek minél különlegesebb ételeket készíteni. Mi már 2 éve ezelőtt egyszer megpróbálkoztunk egy bátor gondolattal ezzel a libaburgerrel, aminek a húspogácsája ugye teljes mértékben libahúsiból készül, egy kicsit ilyen kakukkfüves, érdekes fűszerezéssel, ezt egy saját készítésű hagymalekvárral és tökmagmajonézzel és libatöpörtyűvel készítjük, egy nem túl édes buciban, ez egy nagyon kedvelt fogás. Szent Márton napja egyben az újbor ünnepe is. Úgy tartják, hogy akármilyen is az évjárat, az újbornak el kell készülni a november 11-ére. A szekszárdi borászok ezért főként az idén a hordókba került italokkal készültek. Hoztuk a 18-as évjáratból a Sauvignon Blanc, a sári sárdonénkat, a rozi rozénkat, és egy vörös 18-as oporto bort, a gúnár borunkat. Szekszárdon 4 éve rendeztek először Mártonnapi vigasságot a város főterén. A programokat szervező Babits Mihály Kulturális Központ vezetője szerint azt, hogy a rendezvényt elfogadták és megszerették a helyiek, a jó ételek és borok mellett annak is köszönhető, hogy igyekeznek igényes zenei produkciókat hozni a városba. Tavaly népzene és a világzene köré próbáltuk szervezni a kulturális kínálatot. Most az idei fesztiválon talán egy picit jobban nyitottunk, és a könnyű zenei élet kiválóságai mellett persze felcsendülnek kiváló népdalok is, csodálatos népdalok. Itt például az Essencia produkció tolmácsolásában. Bár sokan voltak, és minden ülőhely foglalt volt szinte végig a 2 nap alatt, Szekszárd polgármestere azt mondja, ez a rendezvény mégis a város kisebb, családiasabb hangulatú ünnepei közé tartozik, és éppen ez adja meg a varázsát. Nagy rendezvényeinkkel nincsen arra lehetőség, hogy ilyen kisebb közösségekben, családokban legyünk és beszélgessünk, és a Mártonra tipikusan az, ami elsősorban a szekszárdiaknak szól. Ezen a 2 napon kiváló lehetőség van, hogy kijön ide egy család, egy baráti társaság, leüljenek, megkóstolják az újbólokat, beszélgessenek, és aztán tulajdonképpen így felkészüljünk majd az adventi időszakra. A szekszárdi Mártonnap programjai vasárnap éjjel koncertekkel értek véget.